Lufthansa. Több mint két év után újra közlekednek repülőgépek Debrecen és München között. Debrecen Drive. Látványos bemutatókat, érdekes programokat kínált a járműipari seregszemle. Gyereknap. Városszerte számos rendezvény várta a hétvégén a kicsiket és a családokat. Köszöntöm Önöket, ez a Debrecen Televízió híradója a napszemle. Május 29-e vasárnap van, már is mondjuk a hétvége híreit. Több mint két év után ismét közlekednek a Lufthansa repülőgépei München és Debrecen között. Az első régi új járat ma délután érkezett meg a Civis városba. Egyelőre heti négy járat indul innen Németország második legnagyobb repterére. Az indulásra várakoztak délután a Münchenbe tartó utasok. A német városon keresztül 211 úti cél érhető el, gyakorlatilag a világ bármely pontjára el lehet jutni. Volt, aki átszállás után Debrecenből Genfig utazott. Munkaügyben megyek, de a vicces az, hogy én Budapesten élek, és a családom Debrecenben lakik, és az egy nagyon jó lehetőség volt, hogy a hétvégén meg tudtam őket látogatni, és innen indulhatok munkába. A több mint két év után újraindított járattal együtt innen 12 helyre lehet repülni. Azt gondolom, hogy a Lufthansa újraindulásával gyakorlatilag egy olyan mérföldkövet értünk el újra itt a koronavírus járvány utáni időszakban, ami reméljük, hogy stabil és folyamatos fellendülést fog hozni az üzemeltetőnek a utazók létszámának tekintetében. A cél, hogy 2025-re a repülőtér elérje az 1 milliós utasforgalmat. A várakozások szerint a város elmúlt évi gazdaságfejlesztési teljesítménye, valamint a számos betelepülő többségében német tulajdonú vállalat komoly forgalmat generál az újraindult járatnak. Nagyon bizakodóak vagyunk, elmondhatjuk, hogy a gazdaságfejlesztési és turisztikai célkitűzéseinkhez ugye az egyik legnagyobb hozzáadott értéke a nemzetközi repülőtérnek van, azon belül is gazdaságfejlesztési értelemben pedig a legjelentősebb az a München járat, hiszen Németország második legnagyobb repterével kapcsolja össze a Civis várost. A foglalások száma egyébként folyamatosan növekszik. Az utasok 40%-a üzleti, a többi szabadidős céllal kell útra. Most már úgy gondoltuk, hogy az igény megfelelő ahhoz, hogy ne három járattal, hogy 2016-ban indítsunk, hanem egyelőre csak négy járattal, de természetesen, ahogy az utasok kedve újra a repülős iránt visszajön, cégeseké is, meg privát utasoké is, természetesen semmi akadálya nem lesz, gondolom, hogy megnöveljük a járatszámot. A cégcsoportnál az utasok száma az első negyed évben több mint négyszeresére nőtt a tavalyi év azonos időszakához képest. Több mint 500 jármű, csak nem 200 új autó. Többek között ezek várták az érdeklődőket hétvégén, a három év után ismét megszervezett Debrecen Drive-on. Az ország egyik legnagyobb járműipari seregszemléjén bemutatókat, családi programokat és szakmai konferenciát is rendeztek. Ezúttal sem hiányoztak a látványos show elemek a Debrecen Drive-ról. Sokan voltak kíváncsiak a különböző bemutató futamokra. Autók, kvadok és motorok egyaránt szórakoztatták a közönséget. Nézzetek oda anyára! Az egyik kiállított járművel fotózkodtak Szomolya Ákos gyermekei. A Nagyerdei stadion környékén több mint 500 közlekedési eszközt lehetett megnézni. Voltunk a 19-es drive-on is, és nagyon tetszett a gyerekeknek. Most adta magát a lehetőség, hogy gyereknek alkalmából egy fantasztikus programmal meglepjük őket, és együtt legyen a család. A gyerekeknek külön programokkal készültek a szervezők, például egy hatalmas ugrálóváron is szórakozhattak. A rendezvényre számos helyi vállalat és szervezet kitelepült. Itt tartották például a Közlekedik a Család nevű közlekedésbiztonsági verseny megyei selejtezőjét is. Nincs jobb helye ennek a megyei selejtezőnek a Debrecen Drive-nál, mert itt tényleg nagyon sok család van, nagyon sokan, akik érdeklődnek a közlekedés iránt, és igazából ez egy nagyon-nagyon hasznos együttműködés. A Debrecen Drive-ot a pandémia miatt 2019 óta nem rendezhették meg. A résztvevőket ezúttal változatosabb gasztronómiai kínálat és bővebb programterv várta. Maga az idő is egyébként segített nekünk abban, hogy 3 év elteltével egyszerűen a járműipar fejlődésével együtt jött az, hogy most egy nagyon izgalmas és egy rengeteg innovációt bemutató kiállítást tudunk szervezni. Debrecen a 21. század járműipari központja lesz. A Drive segítségével közelebb kerülhet a lakossághoz ez az iparág, és a fiatalokat is könnyebb megszólítani általa, mondta Barcsa Lajos alpolgármester. Fontos az, hogy ipari parkokat fejlesztünk, fontos az, hogy az oktatási rendszerünket fejlesztjük, de az is fontos, hogy a
társadalom megismerje azokat az újításokat, innovációkat, amelyeket ez az iparág tartogat a város számára. Szombaton szakmai konferenciát is tartottak a járműipar megújulásáról. Itt a technológiai és ipari miniszter azt mondta, Magyarország erős lábakon áll, a kormány high-tech iparra törekszik, ami egyben környezettudatos is. Ugye a hidrogén stratégiánk, az akkumulátor stratégiánk ide tartozik. Magyarország nem feltétlenül tudott, ma legnagyobb akkumulátorgyártó kapacitással rendelkezik Európában, és ez úgy tűnik, hogy így is fog maradni. Az ország egyik legnagyobb járműipari seregszemléje szombaton és vasárnap is egésznapos programsorozatot kínált. Ha a szervezők abban bíznak, hogy a látogatók száma meghaladja a 3 évvel ezelőttit, akkor 30 ezer résztvevőt regisztráltak. A DKV legújabb zöld buszát is megismerhették a Debrecen Drive látogatói. A környezetbarát jármű kisebb változata az első mini drive-on már átesett a tesztelésen. Folyamatosan újul meg a DKV flottája. Most 12 elektromos autóbusszal bővül a járműpark. A buszok évi 600 ezer kilométert futnak majd összesen, segítve a városi közlekedést, illetve enyhítve a károsanyag kibocsátás mértékét. A járműipari seregszemle történetében először rendezték meg a Mini Drive nevű programot, amin a DKV is részt vett. A zöld busz kicsinyített változata a Jövőmenők fantázia nevet kapta. A közlekedési vállalat a zöld közlekedés fontosságára is igyekezett felhívni a figyelmet. Ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy az utazó közönség megszemlélhesse, kipróbálhassa ezeket a járműket. Ugye ez a jármű még most jelenleg nem fut a forgalomban, de az utasok és az érdeklődők itt a Debrecen Drive-on ugye bele tudnak ülni, meg tudják nézni, hogy milyen utazási lehetőség vár majd rájuk. Doktori és habilitált doktori címeket adtak át szombaton a Debreceni Egyetemen. Csernoch László rektor helyettes köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy a doktori képzésben résztvevők száma meghaladja az 1200-at. Az ünnepségen az intézmény szenátusa Jávor András nyugalmazott egyetemi tanárnak professzor emeritus címet adományozott. A fanfárok hangjaira vonultak be az ünnepség résztvevői a főépület aulájába. Csernoch László rektor helyettes köszöntőjében arról beszélt, hogy az egyetem tudományos életének legnagyobb ünnepe a doktor és díszdoktor avatás. Kijelentette, a kutatókkal szemben elvárás a világ élvonalában maradás, vagy az ahhoz való felzárkózás. Mostanra az egyetemen a doktori képzésben résztvevők száma meghaladja az 1200 főt, évente közel 200 doktori fokozat kiadására kerül sor, és a képzés 2015 óta angol nyelven folyik. A jelöltek közül 76-an summa cum laude, 20-an cum laude minősítéssel tettek eleget a doktori fokozat megszerzéséhez szükséges követelményeknek. Számot adtunk tudományos ismereteinkről, és kutatómunkák eredményeit, összefoglaló értekezésünket megvédtük. Ezek alapján az egyetem doktori és habilitációs tanácsa bennünket a doktori fokozat elnyerésére érdemesnek ítélt. Tisztelettel kérjük doktorálavatásunkat. Több mint 4 évtizedes oktatói, kutatói és közéleti tevékenysége elismeréseként az egyetem szenátusa professzor emeritus címet adományozott Jávor Andrásnak. A felsőoktatási intézmény nyugalmazott tanára azt mondta híradónknak, hogy folytatja munkáját, és egy állattenyésztési politikáról szóló könyv elkészítésén dolgozik. Én azt gondolom, hogy tervezni kell ezt a területet, hiszen az élelmiszertermés, az állattenyésztés, az mindig is fontos lesz. Maháti Zoltánt, az Egyesült Államokbeli Purdue Egyetem professzorát a díszdoktorok közé iktatták be. Ő Debrecenben született és az itteni Agrártudományi Egyetemen szerzett diplomát. A Debreceni Egyetemmel megmaradt a kapcsolata. Diákok érkeznek a Purdue Egyetemre, ahol dolgozom, együtt kutatunk ott velük, együtt publikáljuk az eredményeket. Itteni professzorok, oktatók szintén jöttek az egyetemre, igyekszünk kialakítani együttműködési lehetőségeket. Az ünnepségen habilitált doktori címeket is átadtak. Tenk Antal, a Széchenyi István Egyetem emeritus professzora pedig az intézmény díszdoktora lett. Életkezdet család egészségügy. Ezzel a címmel szervezett konferenciát az Életkezdet Szakmai Egyesület a Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján. A családközpontú betegellátásról, a várandóságról és a szülésről is szó volt egyebek mellett a szombati rendezvényen. A megjelenteket Széles Diana alpolgármester is köszöntötte. Felhívta a figyelmet arra, hogy a gazdaságfejlesztés mellett az egyik legfontosabb prioritása a városvezetésnek,
hogy a Gondoskodó Város program a születéstől az időskorig elkísérje a debrecenieket. Fontosnak nevezte, hogy azok a szervezetek, amelyek részt vesznek a programban, segítsék egymás működését. Emlékeztetett, hogy a Debreceni Egyetemmel együttműködve létrehozták a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézetet. Egy nagyon fontos egészségfejlesztési szűrőprogramot tudunk létrehozni, ami mind a debreceni családok, debreceni gyerekeknek a segítésére van. Éves szinten 19 ezer szűrést végzünk el a Pósa utcán, aminek az a célja, hogy segítsük a családokat, segítsük a gyerekeket abban, hogy egészségesen éljenek. Véget értek a debreceni református napok. A hagyományteremtő szándékkal életre hívott hitéleti rendezvénysorozat zárónapján szombaton egyebek mellett egyháztáji vásár, előadás és istentisztelet várta a gyülekezeti tagokat és az érdeklődőket a nagy templom mögötti emlékkertnél. Kézműves vásárt és gyerekprogramot is rendeztek a református napokon. A zárónapon Debrecen a Kávinista Róma címmel tartott előadást Fekete Károly püspök és Pap László polgármester. A megyeszékhely hitéletének múltjáról, jelenéről és jövőjéről, illetve az egyházmegyét érintő feladatokról is beszéltek. Debrecen reformátusságának az a küldetése, hogy lelki, szellemi centrum legyen ebben a régióban, és ehhez minden eszközünk megvan. Minden olyan keretet megkaptunk, ami tartalommal kell, hogy megteljen a jelenben. És ehhez kell magunkat összeszedni egymásra figyelve. Pap László polgármester úgy fogalmazott, a város szerepe a hazai reformátusság, a református egyház és a hit erősítésében, valamint a magyarországi elterjesztésében vitathatatlan. Hogyha megnézzük ennek a városnak a centrumát, a nagy templom, emlékkert, kollégium, ugye ez a negyede a városnak, ez a szellemi origója, centruma, és ezt szintén nem lehet elvitatni. A református egyház és a város az egyé vált, egyé fort az elmúlt évszázadokban. A debreceni református napok záróprogramján az úrvacsorával egybekötött istentiszteleten több száz hívő vett részt. Május utolsó vasárnapja hagyományosan gyereknap. Ebből az alkalomból számos programmal várták a családokat Debrecen különböző pontjain, valamint a megye településein. A legkisebbeket egyebek mellett koncertek, ugrálóvárak, bemutatók szórakoztatták. És vissza is! Az önkormányzat számos városrészi programot szervezett gyermeknap alkalmából. A nagymacsiakat szombaton várt a családi rendezvény. Az Aquamanók zenés interaktív műsora mellett ugrálóvárral, motor és traktormustrával készültek a szervezők. Keresztlányom elment párommal motorozni, meg apósommal, nagyon tetszett neki a sok motor, a traktorozás, arcfestésem volt, és az ugrálóvárban is. A debreceni kultúrparkban is a gyermeknap jegyében telt az egész hétvége. A látogatók bemehettek az elvarázsolt kastélyba. Felülhettek a körhintára, és az úgynevezett repülős forgót is kipróbálhatták. Nagyon jól érezzük magunkat, igen. Minden évben ide járunk gyereknapra, igen. És közös programokat szoktunk. Meg mindenre felülünk, igen. Meg most ugye van ez a karszallagos, és ez most sokkal jobb, mint mikor nincsen. És hát igen. Együtt vagyunk, ez jó. Az állatkertet és a vidámparkot egyaránt nagyon sokan keresték fel. Hagyományosan ilyenkor van a legnagyobb forgalom évközben. Több rendezvényen készültünk, főleg a gyerekeknek, felnőttek is jól érezhetik itt nálunk magunkat. A eddigi látogató létszám alapján tegnap több mint 2500 fő látogatott meg minket, úgyhogy a hétvégén reméljük, hogy elérjük az 5000 fős látogatottságot. Ahogy a megye szinte minden településén, úgy Mikepércsen is szerveztek programokat. Meg lehetett nézni például egy tűzoltóautót. A gyerekek magukra ölthették a tűzoltók egyenruháját és a sisakot is felpróbálhatták. Mikepécsen már több mint 8 éve vannak gyermeknapok, de 2014-ben úgy döntöttünk, hogy kétszer is csinálunk gyermeknapot, mivel az elmúlt két évtizedben majdnem megduplázódott a településnek a lélekszáma. Itt nem csak ilyenkor, hanem októberben az Állatok Világnapja környékén is rendeznek programokat gyermekeknek. A mostani alkalmon csak nem 500-an vettek részt. Mesés utazásra invitálta a családokat ma a Vojtina Bábszínház. Idén először bábos villamos is közlekedett a városban. A különleges járat utasai hallhattak meséket, mondókákat, verseket és énekeket is. Volt olyan, aki csak az előadások kedvéért szállt villamosra, és akadt család, amelyik az egyik gyermeknapi programról a másikra utazott vele.
A DKV a járművel járult hozzá a rendhagyó utazáshoz. A szerelvényt nagyon sok léggömbbel díszítették fel. A bábos villamos délután óránként közlekedett az egyes vonalon. A gyermeknapi járaton ingyen lehetett utazni. Híreink után röviden a várható időjárásról. Hétfőn napközben felhős borult idő lesz Debrecen térségében. Csapadék ugyan nem várható, de időnként akár 30-35 km/h széllökések is kialakulhatnak. Hajnalban 11-13, napközben pedig 22-24 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk. A vasárnapi napszemlét látták. Riportjainkat a dehír.hu hírportálon és a Médiacentrum Debrecen mobil applikációjával is elérhetik. Köszönjük egész heti figyelmüket, viszontlátásra!